A vadgazdálkodás a természetgazdálkodás része, a természet része a vad, úgyhogy egyre többen érdeklődnek. Egyrészt szakmai érdeklődés is van napjainkban, egyre inkább a vadgazdálkodásnak a tudományos hátterét minél jobban és jobban feltárni, ez egy célja egy ilyen előadásnak, és itt az Állatorvostudományi Egyetem ehhez egy megfelelő helyszínt és hátteret tud biztosítani. Másrészt ugye közjóléti célból is, ugye most nyitott a konferencia fele, hogy gyermekeknek hirdetett meg fotó, rajz és fotópályázatot négy kategóriában, és ilyen módon a legkisebbek vagy fiatalok is ide jöttek a konferenciára, aztán egy nagyon szép kis programot kaptak, amelyben bemutatták nekik az Állatorvostudományi Egyetemet, de hát maga a természet iránt, a vad iránt, a vadgazdálkodás iránt nagyon sokan is egyre többen érdeklődnek. Úgyhogy ezt ki használhatja a vadászati szakma, a vadgazdálkodás, amely amúgy egyébként nehezen kommunikál, mert egymás között szépeket mondanak a vadászatról a vadászok, és elmesélik élményeiket, akár csak a horgászok, de egyébként kifele nem szeretnek annyira beszélni erről, mert ez egy kicsit egy ilyen bensőségesebb állapot a vadászat. Úgyhogy viszont ilyen konferencián, amikor a problémáinkat a vadgazdálkodás, a vad és a lakóhelyek, falvak problémáját, főleg vidéki térségeket, de akár városokbeli vad problémákat megbeszélünk, arra egyre többen érdeklődnek. És hát itt beszéltünk sok mindenről, nagy vadról, és ott a végén ugye ragadozó kértésről is, főleg Erdély tekintetében, úgyhogy ez mind-mind olyasmire mutatott rá, mely mindenkit érdekel, illetőleg nagyon sokakat érdekel, és ezért jöttek el, és hát egész sokáig kitartottak a konferencián, pedig hát már eléggé későre jár, de még mindig a kerekasztal folyik, és ott is maradtak érdeklődők, akik valamit meg szeretnének beszélni egymással még. Ez a konferencia erre kitűnő, arra, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat, és nem csak arról, amiről előadások zajlottak. Nagyon sok témakört nem érintettünk az idei előadás sorozatban, akár az apró vad kérdését, vagy a túlszaporodott nagy vad kérdését, hogy azzal mit lehet tenni. Az aranysakál kérdéséről se volt itt most konkrétan szó előadások keretében, és tudjuk, hogy van tudás benne, más konferenciákon ez előkerül. Itt az adott kérdésben, meg egyébként ami felmerült, és ilyen találkozásokkor egymásnak fölhozzák, mert azért ismergetik egymást a kollégák, ez is egy ilyen szakmai közösség, amely úgy azért tisztában van egymással, és pontosan tudja, jól ismerik egymást a kollégák. Úgyhogy ilyenkor van mit megbeszélni, és ezért jó, hogy egész napos a konferencia, és biztos, hogy fog még tartani. Meg elgondolkoznak, másnap fölhívják egymást, úgyhogy lesz még ennek a konferenciának következménye. Sok esetben csak felvetni volt jó a problémát, de már az elég, hogy több százan hallhatták, hogy mik az alapvetések, és milyen irányba kell gondolkodni. És a gondolatébresztők után lehet konkrétabban utána nézni, már tudják, kit kell kérdezni állategészségügyi kérdésben, egyéb ügyben is utána fognak menni a problémának. Ugye jeleztük is, hogy ebben segítségérükre is tud lenni az az egy éve működő új rendszer, amely az új vadgazdálkodási törvény hozott létre, a tájegységi vadgazdálkodási rendszer. Tájegységi fővadászaink ezért vannak, hogy az ilyen információk átadásában, összegyűjtésében segítségre legyenek. Úgyhogy itt is bemutatásra került a tevékenységük. Azt gondolom, hogy a kellő információ birtokában megy mindenki haza, és gondolhatja át a tevékenységét. Ezek mondhatjuk, hogy a sikere vannak ítélve ezek a rendezvények. Én eredményesnek találom az előadások, fontos témákat kellő mélységben taglaltak. Nagyon sok új információhoz juthattak a vadgazdálkodók, akik eljöttek ide és vihetik haza. Helyére kerülhettek dolgok, amik esetleg kérdőjelesek voltak még eleddig. Most ugye nem olyan rég a Fehován is volt egy konferencia, ahhoz jól kötött elég sok témakör, lehetett további előrehaladásokról beszélni, vagy más aspektusról, úgyhogy sikeresnek ítélem a konferenciát, és gratulálok a szervezőknek.